néked mi könyörgünk, szent neved értesen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, kedves televízió nézők, pünkösd vasárnapján olvasom Isten igéjét Pálapostolnak, a Kolossébeliekhez írott levelének a negyedik fejezetéből, a második verstől, a hatodik vers végéig az alábbiakat. Az imádkozásban és a hálaadásban hála legyetek kitartóak és éberek. Imádkozzatok, egyúttal értünk is, hogy Isten nyissa meg előttünk az Ige ajtaját, hogy szólhassuk Krisztus titkát, amely miatt most fogó is vagyok, hogy azt úgy hirdessem, amint szólnom kell róla. Bölcsen viselkedjetek a kívülvalók iránt a kedvező alkalmakat jól használjátok föl. Beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval fűszerezett, hogy így mindenkinek helyesen tudjatok felelni. Az elmúlt hetekben, és ma pünköstkor is, az ige hirdetés a Szentlélek Úristenről szól. Munkájáról, hatásáról, mely az általa megérintett embereket, híveket, életében megmozdítja, illetve bennük megtermi a maga jó gyümölcsét. Nem árt leszögezni, ha kell ismételten is, hogy a Szentlélek szabad. Jézus szavai nyomán olyan, mint a szél. Nem kötődik sem intézményekhez, sem emberekhez semmilyen rögzített formációhoz. Másképp fogalmazva, nem mi birtokoljuk őt, hanem fordítva, ő kerít hatalmába bennünket. A léle lélek erőterébe jutva, az ember Krisztushoz és az ő beszédéhez fordul. Valósággá lesz, amit a Szentírás egy helyen így fogalmaz. Krisztus beszéde lakozzék közöttetek gazdagon. Jézus Urunk beszédeinek gazdagságából a felolvasott ige szakasz alapján három dologról szeretnék szólni, röviden az imádságról, a bölcsességről és a beszédről. Először is az apostol azt mondja az imádkozásban és a hálaadásban legyetek kitartóak és éberek. Számomra az utóbbi időben leginkább akár szóban, akár énekelt formában elmondott imádságok közül az Isten dicsőítése és magasztalása vált a leghangsúlyosabbá. Egy narcisztikus világban, öntetszelgő emberek között Krisztus követőinek mindenkori megbízatása az Isten dicsőségének visszatükrözése. Elfordulva a hamis bálványoktól, egy valakit magasztalhatunk és áthatunk, az Úr Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Ahogy az apostol bíztat bennünket, nem alkalmilag, nem olykor-olykor, hanem kitartóan elkötelezetten, rendületlenül. Babics szavaival élve, az Úristen őriz engem, mert az ő országát zengem. Mindezt tehetjük és megélhetjük úgy, hogy az Isten dicsőítésébe bevonjuk közben járó imádságként a ránk bízottak körét. A hegyi beszédben említett belső szobából kiléphetünk saját bűvkörünkből, és imádságainkban hordozhatunk másokat. Erre az elköteleződésre a legjobb példa maga Pálapostól, aki szinte minden levelét azzal kezdi, hogy hálát ad a vele kapcsolatban lévő hívő közösségekért. A gyülekezetek életét, problémáit, az Isten színe elé viszi. Megfordítva most a dolgot, Pál nem csak vallja, de én is tapasztalom, hogy milyen hatalmas ereje van annak, hogy olyanok, akik ismernek, az imádságaikban hordoznak. Még engem is. A keresztjének számára az imádság valójában egy létforma. Mondani valom következő hangsúlya az apostol által említett bölcs viselkedés, valamint a kedvező alkalmak megragadása. Az új szövetség egy másik iratában Jakab apostol teszi föl a kérdést. Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek? Mutassa meg magatartásával. A bibliai bölcsesség, nem egy elvont spekulatív filozófia. A bölcsességet a szentírás a lélek ajándékának tartja. A Jakab levél folytatásában felülről való bölcsességet említ a szentíró. Bölcsesség az, amire Isten szent lelke megtanít minket. Hogyan éljünk? Miként viszonyuljunk egymáshoz? milyen életvitelt folytassunk. A Szentlélek munkája, hogy az emberi életre vonatkozó isteni szándékok beköltöznek az életünkbe, és ott lakozást nyernek. Úgy cselekszünk, örömmel és fölszabadultan, ahogyan azt az Isten szeretné. A lélek fölszabadít, hogy az imádság mellett az élet praxisunk is az Isten dicsőségét szolgálja. A bölcsesség másik aspektusa a kedvező idők megtalálása. Már a Zsoltár író így imádkozik. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. A lélek által vezetettek, nem-e világ? Nem is a múló idő, vagy épp a korszellem sodortatásában élnek, hanem az Isten által alkalmasnak tartott időt görögül, kájroszt kérik el, és használják föl. Ez nem tétlenség, de nem is túlbuzgó aktivitás, hanem az Isteni mérték szerinti cselekvés, a jónak megélése, és munkálása. Harmad sorban az apostol a sóval fűszerezett beszédről szól. Közhelyszerű megállapítás, hogy világunk tele van meg annyi üres fecsegéssel, handabandázással és értelemszerűen hordószónokokkal. A szó, a beszéd, és a nyelv nagyon sokszor eredeti rendeltetésének visszájára fordult. Nem közvetít, áthidal és kapcsolatot teremt, hanem ellenkezőleg megmérgez, métejez, gyűlölködik. A Szentlélek ajándéka az igaz, tiszta, építő és békességet munkáló beszéd amely rámutatás Jézus Krisztusra, gyakorlatilag útkészítés ő hozzá. Nem arról van szó, hogy minden hívő embernek prédikálnia kell, csak a beszédét kell megőriznie, szeliden és tisztán. Jézus példája nyomán az is egyértelmű, hogy szavainknak, különösen egy prédikációnak, kell, hogy éle legyen. Nem bántásról vagy sértésről beszélek, hanem kontúroknak kimondásáról és azok hangsúlyáról. A szép, olykor mézes, mázas, vallásos beszéd leginkább maszatolás. Nem épít, legfeljebb elfedni próbál dolgokat. Számunkra, mindig Isten igéje az igazság. Az Isteni ige kimondása mindenkorban, így napjainkban is kontraszt e világ szomorú valóságával szemben. A pünköstkor kiáradó lélek megtanít bennünket helyesen és jól szólni, világosan és artikuláltan, sóval fűszerezett módon. Így történhet meg a csoda, hogy egy-egy prédikáció nem papi beszéd csupán, hanem Isten élő és ránk ható igéje. Adja, Urunk, hogy minél több ilyen gazdagító beszédnek lehessünk részesei, és vezessen az ő lelke, hogy a mi imádságaink, életcselekvésünk és szavaink megmutassák, hogy valóban az ő tanítványai vagyunk. Úgy legyen. Amen. Hagyjuk meg a fejünket, imádkozzunk. Szentlélek, Úristen, áradj ki ránk, és töltsd be bennünket ajándékaiddal. Nyisd meg a mi szívünket és szánkat, hogy készek legyünk alkalmas és alkalmatlan időben, dicsőíteni a mennyei atyát, hálát adni neki minden jó tettéért. Szent Lélek, Úristen, add meg nekünk a felülről való bölcsességet, hogy minél tisztábban és világosabban láthassuk Jézus akaratát az életünkre vonatkozóan, és adj engedelmes szívet, hogy kövessük ezt az akaratot, és maradjunk meg az ő utaiban. Istenünk megvilágosító szent lelke, áld meg mindazokat, akik szólják, beszélik az Isten igéjét. Nem csak a palástos prédikátorokat, de azokat a híveket, akik a legkülönfélébb élettereken megnyilatkoznak és szólnak. Adj nekünk, kérünk, hiteles és gyökeres szavakat, melyek építőek, gazdagítóak. Szentlélek, Úristen, tégy bennünket a Te békéd eszközeivé. Jézus nevében kérünk. Amen. Együtt mondjuk a Jézustól tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: Abbá, Atyám! Ámen. you mm -hmm.